Srácok, Lengyel Bence vagyok, és ez itt a Speed Zone-nak a második fordulója, ahol 5-8 percet kaptunk arra, hogy egy számunkra közel álló tárgyat, ami valamilyen szinten kapcsolódik az autósporthoz, az autózáshoz, leteszteljünk, úgyhogy ezt fogjuk ma tenni. Hozzám a legközelebb az autóban ez a lila Ultimate Gaylord JDM kormány áll, úgyhogy erről fogtok látni egy rövidke tesztet. Nekem gyerekkori álmom volt egy hátsó kerekes turbós igazi japán autó, ami egyébként 2015-ben meg is valósult, mert ezt az autót akkor vásároltam, és ez turbós is volt, viszont a turbán nincs benne, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz még benne egyszer. Minden folyamatban van hozzá. Viszont ugye most ez turbós lenne az autó, akkor nem a kormányról beszélgetnék, az egyértelmű. De nem az, úgyhogy a második kedvenc részletem ebbe az autóba, ami azért elég jelentősen kapcsolódik az autózáshoz, az maga a kormány. Mi ennek a története? Ezt a kormányt nem én vásároltam, hanem egy miskolci barátom vásárolta, és én elcseréltem vele 4 csapatos felnyire és néhány gumira, mert neki megváltozott a terve, mégse került beszerelésre ez hozzá, viszont amikor elküldte a képet, hogy mit szerzett, mondtam, hogy úristen, ez azonnal kell, úgyhogy és megtörtént a deal, és azóta nálam van ez a kormány. Ez egy kézzel készült japán kormány, a átmérője az 330 mm, az MX-5-ben az tök ideális, mert annyira össze van, hogy zsúfol minden, a lábaktól már amúgy sem nagyon fél, nem tudom, mennyi látjátok, hogyha teljesen felvonulsz a lábad, akkor kb. Eddig ér, úgyhogy itt nem zavaró. Viszont a kérdés az, hogy ez egy fakormány, és a driftben egyáltalán nem szoktak használni fakormányt, húzhat rajta az ember keze, meg ugye nyilván ebben nincs légzsák, tehát ebben nem tudsz belepni egy légzsákot, úgyhogy az hordoz magába egy ilyen veszély, az aftermarket kormány, hogy ezt a biztonsági faktort te fogod, és kidobod a picsába. Mit lehet tudni a Yuki's Garage-ről és arról a srácról, aki ezeket a kormányokat készíti? A Yuki's Garage egy Amerikában élő japán srác vállalkozása, aminek a profilja az egyedi fakormányok gyártása. Elsősorban szívecske alakú kormányokat gyártanak, de mivel az aftermarket kormánypiacnak egy elég halovány része bukik a szívecske kormányokra, és igazán nekem sem jön be, meg hát driftet szerintem abszolút alkalmatlan, így gyártanak körül alakú klasszik kormányokat is. Ezek a kézzel készített egyedi kormányok elég borsos áron mennek, akár szívecske alakú legyen, akár nem, ellenben fixen nem fog veled szembe jön az utcán. Meg hát mint a legtöbb beteg dolog a világon, ez is Japánból ered, ahogy például az automatából megvásárolható használt női bugyi, a Kaki Múzeum, arigato! És a drift is. First. Na de elég volt a beszédből, jön egy valós tesztelés, amikor végre... Ez teljesen ugyanolyan érződött, mint hogyha csupasz tenyérrel vezetném. Nem volt nagy változás. Most viszont hoztam egy jó nagy téli kesztyűt. Nem kicsi. Hát mert azért néha tényleg is kell vezetni ezt a kocsit. Jézus már, meg sem tudom fogni a kormányt. Nézzük meg ezzel milyen. Azt a kutya fáját. Ezt összevarnám itt az ujjainál, ebből lehetne... Baseball kesztyű. Veszélyes ez a téli kesztyű. Nem nagyon javaslom egyébként, hogy egy ilyen vastagságú kesztyűbe vezessetek. De hogyha nem lett volna elég durva, hoztam nagypapám régi kohász kesztyűjét. Ez olyan, felveszed, nem tudod beállítani az ujjadat. Ezt nézd. Ennyi. Hát... nagyon kakas lesz. Mm.
borzasztó. Ennyi volt már a teszt, hogyha prioritást kellene felállítani, hogy sorrendben melyik a jobb, egyértelmű csupaszkéz a legjobb, utána a gumikesztyű, aztán a téli kesztyű, és legvégül a kohászkesztyű. Tehát tanulság, kohászkesztyűbe ne vezess. Semmilyen autót, ezt meg főleg ne. És főleg ne így. Aki eddig megnézte ezt a videót, nagyon szépen köszönöm, és hogyha már eddig kibírtátok, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot a videóra, és osszátok meg. Nézzük meg, hogy mi van abban a harmadik fordulóban, mi van a döntőben, mi a végeredmény, mit lehet ezzel a contesttel elérni. Úgyhogy nyomjuk meg, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!